A több évtizedes hagyományokhoz hűen idén is átadták a csengő szódíjakat. A szegényeket támogató alapítvány advent idején időt és alkalmat teremt arra, hogy az emberek fizikai és mentális biztonságáért naponta dolgozó munkatársai, önkéntesei, támogató és szakmai partnereinek köszönetet mondva készítsék fel lelküket az ünnepre. Egy nagyon nehéz évet tudhatunk magunkénak, források megcsappantak, de munkánkra szükség van. Folyamatosan el kell látni a családokat, segíteni őket adományokkal, tanácsadással, különböző szakmai és egyéb kulturális programokkal. A csengő szó díjat 1999-ben adták át először. Az elismerést az a szervezet, személy, esetleg baráti társaság kapja, aki az adott évben a legtöbbet tette az alapítvány családjaiért. Az önkormányzat nagyon büszke lehet arra, hogy a szociális területen is a saját intézményhálózata mellett nagyon komoly civil szervezetek segítik ezt a fajta munkát, és a szegényeket támogató alapítvány pedig most már hosszú évek óta, évtizedek óta évente több száz családra gondoskodik nap mint nap. És hát nyilván az adventi karácsonyi időszak pedig mindig kiemeltem fontos, hiszen nyilván ilyenkor még fontosabb, hogy egy kicsit többet tudjunk adni azoknak, akik szükséget szenvednek. 2022-ben a csengő szódíjat Strida Noémi, a Hydro Extrusion Hungary Kft. Munkatársa kapta, aki a közös együttműködésen felül adománygyűjtést szervezett, valamint teljes odaadással és empátiával kísérte végig a programokat, osztotta a csomagokat, szervezte a kollégák részvételét az eseményekre, és nem utolsó sorban még egy saját csapattal is indult a kispályás tornán. A rendezvényen sor került oklevelek átadására is, amelyet ezúttal Buk Tibor, König Nóra és Mészáros Attila vehetett át.